A ködös időben az elsődleges információk alapján felteltően egy előzési manőver miatt három autó ütközött össze november 20-án 10 óra után a 30-es számú főúton az újharangodi elágazástól 200 méterre. Az ütközés látva egy szintén Miskolc felé tartó autóvezetője megállt mögöttük, majd ebbe a járműbe belehajtott egy másik személygépkocsi. Így összesen a szinte egy időben történt kettő közlekedési balesetben öt autó érintett. A karambolban kettő gyermek sérült meg, az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja az esetek pontos körülményeit. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a megszokásból való vezetés a megváltozott időjárási viszonyoknál nem jó megoldás. Esőben, ködben megnő a féktávolság és a megcsúszás veszélye fenyeget. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a közlekedők fokozott óvatossággal és körültekintéssel vegyenek részt a forgalomban. A rendőrség kiemelten kezeli a rendszeres közúti ellenőrzéseket, így a megye útjain bárhol számíthatnak rendőri jelenlétre, sebesség ellenőrzésre a közlekedők.